Minden háborút lezárni csak békekötéssel lehet. 1918 őszén kötötték meg a fegyverszünetet, amivel véget ért az első világháború. 1919-ben kezdték meg a béketárgyalásokat Párizsban és környékén. Az első tárgyalás Versailles-ban zajlott, azonban a vesztesek nem vehettek részt a tárgyalásokon. A békekötés feltételeiről Nagy-Britannia, Franciaország és az Egyesült Államok vezetői döntöttek. 1919. júniusában kötöttek Németországgal először békét. Elvesztette ennek köszönhetően lakosságának és területének egy tizedét, megtiltották Németország és Ausztria egyesülését, vagyis az Anschlussot, és Németországnak jóvátételt kellett fizetnie, ráadásul a háború kirobbanásáért is felelősnek tartották. A Rajnától nyugatra levő német területeket az Antant csapatok megszállták. A békeszerződés pontjai súlyosan sértették a német érdekeket. A többi vesztes ország Párizshoz közeli településeken kötöttek békét. Ezek voltak a Párizs környéki békék. A vesztes országok jelentős területi veszteségeket szenvedtek, jóvátételt kellett fizetniük, csökkentették a hadseregük létszámát is. Az 1920. június 4-én megkötött trianoni békeszerződés volt az, amelyik megpecsételte Magyarország sorsát. Az osztrák-magyar monarchia hivatalosan is felbomlott. Új államok jöttek létre a helyén. A szerb-horvát-szlovén királyság, vagyis későbbi nevén Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia és természetesen Magyarország, amiből az előbb felsorolt új államok területileg és a lakók számát illetően jelentősen lefaragadtak hazánkból. A franciák próbáltak minél több nemzetközi befolyást szerezni azért, hogy a kommunizmus ne terjedhessen át a Szovjet-Oroszországban más államokba. Több állam az orosz birodalom szétszakadását követően kiszakadt és új államot hozott létre. Ilyen volt például Lengyelország.